pihenés, kikapcsolódás, feloldódás időszaka. A játéké, a társas élet örömeié, a másnapra való felkészülésé. Persze napjainkban mindez más jelent. Sok újdonsággal ismerkedtünk meg, más lett a munka, más az eszköz és más az egész élet. Így aztán persze más jelent számunkra a szabadidő is. Nézzük csak meg, hogyan bánunk vele. Álljon meg egy pillanatra, legyen szíves. Igen, ön. Szeretnénk, ha segítségünkre lenne egy kísérlet sorozatban. Szíveskedjék talán befáradni ide. Nagyon köszönöm. Először talán megnéznénk, milyen terhelések érik önt napközben. Hajnal van, ön még alszik. De az utcazaj már is érvényesíti hatását. No persze, egyéb zajok is. Megkezdődött a nap. És vele az elkerülhető megterhelés, az élvezeti mérgek használata is. Na most aztán gyorsan munkába. Milyen munkát is válasszunk önnek először? Nézzük talán a fizikai munkát. Bizonyára érzi, hogy ez elsősorban az izomzatot terheli. Ehhez járul még a barátságtalan környezet, a nagy zaj, a szennyezett levegő és a nagy meleg. Ha most átszáll ide, csak hamar észreveszi, hogy idegei is vannak, és nem mindig kötélből. A kartásnő szegény egész nap gépel, és ettől még este sem tud megszabadulni. A főnökök életesen feltétlenül irigylésre méltó, ha mindennek eleget akarnak tenni. Ezt a koncentrációt még otthon sem lehet abba hagyni. A legnagyobb megterhelést a munka monotóniája jelenti. Ezt a veszélyt gépesített korunkban sehol sem lehet teljesen elkerülni, bármilyen foglalkozást választ. Ugye érzi, hogy itt valamit tenni kell? Pihenni, kikapcsolódni, feloldódni. Ön hogyan képzeli el az ideális kikapcsolódást? Hát ez így nem mehet tovább.
Ön úgy látszik, saját szervezetének gyilkosa akar lenni. Az efféle kikapcsolódással több kárt okoz magának, mintha sorsa pihenne. Úgy látszik, nem csak a munkát, hanem a pihenést is tanulni kell. Szívünk minden összehúzódás után elernyed. Önnek is ez lesz a dolga most, hogy azt, ami szervezetében feszültség alatt állott, azt fellazítsa, és annak, ami tétlen volt, tevékenységet adjon. Nézzük meg együtt, milyen helyes módjai vannak a szabadidő felhasználásának. De a továbbiakban lesz szíves kettős szereposztásban játszani. A zaj, barátságtalan környezet után bizonyára a természetben találhatjuk meg a legtökéletesebb feloldódást, a legtöbb örömet és a napközben talán elmaradt sikerélményt. Itt pihenhetünk anélkül, hogy közben passzívak maradnánk. Egyébként is a természetjárás adja talán a legjobb lehetőséget az ideális szabadidő felhasználáshoz. A szép és harmonikus környezet, a változatos táj, tiszta levegő és napfény hiányzik a városban. Közelebbről ragadhatja meg a természet életét. Persze a természet otthonunkba is bevihető. Így az akvarisztika sok örömteli órát nyújthat. Ha pedig önnek mechanikai hajlamai vannak, melegen ajánljuk a barkácsolást, modellezést. A bélyeggyűjtés a gyűjtés örömén kívül világismeretet is nyújt. És talán nem utolsó sorban anyagi hasznot is jelenthet. Talán egyik legjobb alkotó pihenési mód az amatőr művészeti tevékenység. Ez adja az önmagunk által létrehozott szép élményét. Persze, ne feledkezzünk meg a sportról sem. Ha pedig éppen otthon akar maradni, akkor itt van a tévé. De nem így. Öltözzenek át. Így mindjárt ünnepibbé válik a tévénézés is. Nos, reméljük sikerült néhány tippet adnunk, és mindketten megtalálják majd a legmegfelelőbbet. Sok sikert kívánunk ehhez. Köszönjük közreműködésüket, és most, ezután a fárasztó munka után, kellemes pihenést, nyugodt alvást kívánunk. De ne így. A teljes pihenéshez csönd és sötétség kell. Viszont látásra, és most és a továbbiakban kellemes és okos pihenést kívánunk.